158 katona tett ünnepélyes esküt csütörtökön Salgó Tarján főterén. A március 13-án bevonult állomány felkészítését 7 területvédelmi ezeret kijelölt területvédelmi zászlójai hajtották végre. Az esküdtettek közül 113-an az egységes alapkiképzési program, míg 45-en az önkéntes katonai szolgálat keretein belül teljesítették az 5-hetes alapkiképzést. Az eseményen Polyák András ezredes, a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokságának parancsnokhelyettese köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, a felsorakozott állomány tagjai elszántságukról, felkészültségükről és lenni akarásukról tettek tanúbizonyságot a kiképzés hetei alatt. A kora délután ceremóniához kapcsolódva a szervezők egésznapos programokkal készültek az érdeklődők számára a belvárosban. Tisztelt Főispán úr, elnök úr, polgármester úr, tábornokasszony, képviselő urak, tisztelt parancsnoki állomány, kedves vendégeink, tisztelt családtagok, esküdtett katonák! Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket, a Magyar Honvédség 5. egységes alapkiképzési program, valamint az önkéntes katonai szolgálat 3. bevonulása után a kiképzést teljesített katonák ünnepélyes esküdtételein. A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési és lövész alapozó felkészítési programja 2022. szeptember 1-től kerül bevezetésre. A célja, hogy a Magyar Honvédséghez bevonuló hivatásos, szerződéses és tartalékos állomány alapkiképzése, egységes célkitűzés, követelményrendszer és módszerek alapján kerüljön végrehajtásra, ezzel is biztosítva a haderőfejlesztési és modernizációs program keretében megvalósuló új technikai eszközök és új harceljáráspódok alkalmazásához szükséges alapismereteket. A 2023. március 13-án bevonult állomány felkészítésére 7 helyszínen került sor, amelyet a 7 területvédelmi ezred kijelölt területvédelmi zászlójai hajtottak végre: Gödöllő, Várpalota, Kaposvár, Székesfehérvár, Debrecen, Győr és Szombathely helyőrségekben. Az egységes alapkiképzési program 5. és az önkéntes katonai szolgálat 3. váltása keretében bevonult, és a mai napon itt, Salgótarjánban esküdtevő katonák összlétszáma 158 fő. Ebből 113-an vállalták, hogy az egységes alapkiképzési program 5. váltásában teljesítsenek szolgálatot, és 45-en az önkéntes katonai szolgálatnál teljesítették az alapkiképzést. Szeretném még Önöket tájékoztatni arról is, hogy az egységes alapkiképzési program itt jelenlévő katonai vonatkozásában a bevonultak közül 75 fő vállalt további hivatásos vagy szerződéses jogviszonnyal további katonai szolgálatot. Tisztelt esküdtevők! A Magyar Honvédség kötelékéhez csatlakozva Önök egy olyan szervezet tagjai lettek, amely az önkéntes tartalékos állomány magas színvonalú kiképzésével lehetőséget biztosít arra, hogy a Magyar Honvédség felkészült és képzett tagjai lehessenek a jövőben. Legyenek üdvözölve a Magyar Honvédség kötelékén belül. Elszántságukról, felkészültségükről és tenni akarásukról tettek tanúbizonyságot az elmúlt időszakban. A kiképzés hetei során bebizonyították, hogy hittek magukban, eredményesen, elhivatottan, katonai rendben és fegyelemben hajtották végre a feladatokat, amelyre teljes joggal büszkék lehetnek. Büszkék lehetnek nem csak Önök, hanem a kiképzőjük is, és elsősorban a családtagjaik is. Fizikai állóképességük látványosan fejlődött az eltelt rövid időszak alatt, amelynek mi is tanulói voltunk. A mai napon fontos mérföldkőhöz érkeztek katonai szolgálatuk során. Bízom benne, hogy hogy Önök közül még többen fogjanak csatlakozni, fogják vállalni a hazairánti elkötelezettségüket azzal, hogy csatlakoznak a Magyar Honvédség kötelékéhez, és remélem, hogy kedvet kaptak a honvédelmi pályafolytatásához. Engedjék meg, hogy tisztelettel megköszönjem családtagjaik támogatását, melyben maradéktalanul segítették Önöket, hogy a hazairánti elkötelezettségüktől tanúbizonyságot tehessenek, és a honvédség nagy családjához tartozhassanak. Köszönöm eddigi szolgálatukat, köszönöm kiképzőjük munkáját, további feladatvégrehajtásukhoz ezúton kívánok Önöknek sok sikert, erőt, egészséget és katona szerencsét.